Itt vagyunk a Magyar Kommunista Munkáspárt irodájában, és Türmer Gyula úrral beszélünk. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ön tavaly októberben, hogyha jól tudom, Észak-Koreában járt, és ezzel kapcsolatban szeretnénk némi információt kapni, hogy ön hogyan is látta Észak-Koreát ma. Tehát, hogy kell tulajdonképpen ezt elképzelni, mert ugye amit így megtalál az ember az interneten, hogy ki tudunk menni Észak-Koreába, de ugye csak korlátozott számban mindenkit kísérnek, mind a fegyveres őrök, fényképezőgépet kizárólag ugye a nagy vezér, kedves vezér szobra előtt, ott is ugye megvan, hogy hogy és miként, mit lehet lefényképezni, hova lehet menni önöket, hogy önök hogy mentek oda ki? Tehát a párt meghívására, hogy hogyan mozoghattak, tehát így az élményeiről, hogyha egy pár szót elmondanák nekünk. Nagyon szívesen. A munkáspártnak hagyományosan van kapcsolata a koreai munkapárttal. Ugye ez a párt ma Koreában a kormánypárt, és hát elvi, ideológiai, politikai kapcsolatok is kötnek bennünket. Ugye Kim Il-sen, a koreai nép kiemelkedő vezetője járt is Magyarországon 80-as évek végén, tehát egy ismert személyiség volt. És hát abban az időben, a szocialista időben Magyarország és a KNDK között elég jó kapcsolatok voltak. Egyébként ennek megvan a mai értelme is, mert koreai emberek szívesen emlékeznek vissza Magyarországra. Tehát annak ellenére, hogy az elmúlt 20 évben lényegében nem volt kontaktus közöttünk, azért emlékeznek, hogy mondjuk az 50-es években Magyarország kórházat épített KNDK-ban. Emlékeznek arra, hogy sokféle módon segítette a magyar nép, a koreai népet a koreai háború időszakában. És ezek annyira mélyen gyökereznek az emberek emlékezetében, hogy egy mai tárgyaláson ezek mindig előjönnek. Tehát sokkal jobban emlékeznek ezekre a dolgokra, mint mondjuk mi itt Magyarországon. Későbbiekben biztos, hogy az ilyen lélektani tényezőknek akár a gazdasági kapcsolatok alapításában is szerepük lehet. Fontos az is, és hát ugye erre is építünk a mi kapcsolatainkban, hogy ugye néhány évtizeddel ezelőtt nem kevés koreai diák végzett Magyarországon. Tehát abszolút nem meglepő, hogyha belép egy koreai intézménybe, akkor magyarul szólnak önhöz. Hát egyszerűen vannak, akik még tudnak magyarul. És végképpen érdekes, hogy ma Európában elég sok észak-koreai diák tanul. Bécsben például, a szomszédban a Műszaki Egyetemtől kezdve egészen a Zeneművészeti Akadémiáig tanulnak diákok. És hát ezek a mai fiatal diákok, persze, hogy érintkeznek Magyarországon, és sok mindent tudnak rólunk. Tehát Korea messze nem olyan elzárt világ, mint ahogy azt egyesek gondolják. Így jutottunk ki Koreába, meg kell mondjam, én nem először, én már negyedszer jártam a KNDK-ban és ezen belül Fenianban, ezért van alapom összehasonlítani, hogy hogyan változott ez az ország. Hát ha azt mondjuk, hogy 20 évvel ezelőtti állapotot veszünk, akkor ténylegesen Korea nagyon elzárt, nagyon szegény és nagyon-nagyon nehéz körülmények között élő ország volt. Tehát emlékszem, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt kimentünk, és a koreai utcán este hát semmi más nem lehetett látni, mint mondjuk azt a vörös fáklyát, ami az ő forradalmukat jelképező. A gépkocsi forgalom elenyésző volt, az utcai kivilágítás hiányzott este, tehát jobb, hogyha az ember a szállodába maradt. Ehhez képest ma este, hát ha nem is egy fényárban úszó fővárost látunk, de semmivel se rosszabb a koreai belváros, mint a Nagykörút vagy a Rákóczi út. Eltérően mondjuk a Kossuth-Lajos utcától, ahol tovább már csak bezárt üzlethelyiségek vannak, Koreában meg vannak üzletek és vannak éttermek. Tehát a változás az mindenképpen óriási. Most a koreaiak azt az utat járják, amihez hasonló, mondjuk Vietnám vagy Kína próbálkozik, nagyobbak egy kicsivel, nagyobb elánon és több sikerrel, de Korea is erre az útra lépett. Tehát nyitnak a piacgazdaság felé, rengeteg újítást vezetnek, ha lehet vállalkozni a KNDK-ban. Most ezeket persze piciként kell elképzelni, tehát nyit egy kis kocsmát, nyit egy kis éttermet, árusít valamilyen plusz élelmiszer terméket, de mindenképpen elindult. És elindult még valami, rengeteg vegyes vállalkozás van. Kína ott van a szomszédban, Japán is nem túlságosan messze van, és ezek a nagy cégek lassanként megjelennek KNDK területén, és próbálkoznak különböző
területeken. Tehát azt hiszem, hogy a mai KNDK az egész más, mint amihez a média hozzászoktatta a magyar olvasókat. Én vittem magammal, vagy pontosan a kérésemre, javaslatomra két-három üzletember is elkísért, olyanok, akik nem tagjai a pártnak. És nagyon örülök, hogy az ő szemükkel is látták ezt az országot. És ma már ott fényképez a KNDK-ban, ahol a kedve tartja. Nem viszi el a rendőr, nincs is rendőr a környéken. Oda mehet az emberekhez, megkérdezi, hát feltéve, ha persze koreaiul tud, annélkül egy kicsit nehéz. De bizonyos körökben, tehát kormányzati körökben, üzletemberek között, a kulturális élet szférájában nagyon sokan beszélnek angolul, vagy beszélnek más világnyelveket. És azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon pozitívan változott az emberek hozzáállása. Tehát nincsenek tabu kérdések. Nem tagadják ők azt, hogy szegények, azt sem tagadják, hogy nehéz körülmények között élnek. Azt is megmondják, hogy ezen szeretnének változtatni, de jó szívvel fogadják azokat az embereket, akik jó szívvel közelednek hozzájuk. Tehát ez a nyitás a világ felé tulajdonképpen, ez egy valós dolog, tehát, mert hogy nem tudom, tehát ha már egy-két ember úgymond kiszabadul, tehát most ugye így mondjuk Észak-Koreából, azonnal tele van vele ugye az egész világ sajtó, hogy egyáltalán kiszabadult onnan egy-két ember. Tehát az, hogy pár diákjuk esetleg Bécsben vagy valahol Nyugat-Európában tanulna, én ezt úgy tudom elképzelni, hogy az egész elég nagy visszhangot kelteni a sajtóban. Mert ugye nem nagyon engedik onnan ki egyáltalán az embereket. Legalábbis ezt ugye, hát nem az, hogy így tapasztaljuk, mert természetesen nem tapasztaljuk, csak ugye a sajtóból halljuk. Továbbá ugye Kínán kívül elvileg, tehát megint mondom, kizárólag, ami a sajtóban van, Kínán kívül nincsen más kapcsolatuk a külvilággal tulajdonképpen. Legalábbis ezt így halljuk. Tudom, hogy Magyarországon is van nagykövetségük, itt ugye 14. kerületben, Zuglóban, de gazdasági kapcsolat ugye nem sok ország ápol, sőt tulajdonképpen Kínán kívül senki Észak-Koreával. Ugye Észak-Korea egy nagyon, és egyáltalán Korea egy nagyon sajátos helyzetben lévő ország. Ugye kevesen emlékeznek arra, hogy 1945 előtt, ugye közel 30 éven keresztül a japánok gyarmatként kezelték egész Koreát. És a japánok onnan elvittek mindent, amit mozgatni lehet. Szerintem még azt is elvitték, amit nem lehetett mozdítani. Tehát a japánok elleni felszabadító háború végére egy teljesen elszegényedett, kirabolt és abszolút nyomorban élő Korea maradt. Ugye én emlékszem 50-es években gyerekkoromban, hogy mentünk Csongrádra és megnéztük a rokonok nagynénének a házát, amire azt mondták akkor, hogy szegény. Most elmentünk abba a házba, ahova Kim Ir-sen visszatért a nagyszüleihez a II. Világháború után. Hát ég és föld. Tehát ott egy olyan parasztházat lát, ahol nem volt semmi. Na most az ezt követő időszakban, az 50-es években jött az amerikaiak agresszióval a KNDK ellen. Fenyant, amit éppen hogy fölépítettek a háború után, az amerikaiak teljesen szétbombázták. Tehát amit ma lát Fenyantban, az azért új, mert egyszerűen újat kellett építeni. Most ebben a iszonyú nyomorban lévő és többször szétbombázott országban kellett új életet építeni. És ők különböző okok miatt a szocializmus útját választották. És ez ugye nem tetszik persze a világ azon részének, ahol nem szocializmust építenek, mert ha tetszene, akkor ugye nem lett volna idegháború, nem akarták volna megdönteni ezeket a rendszereket. Most Koreában nem sikerült. Koreában azért nem sikerült, mert a koreai ember fejében a szocializmus, a közösségi társadalom, az nagyon összekötődött a szabadság, a függetlenség eszméjével. Ugye Magyarország soha nem veszítette el úgy a függetlenségét, mint mondjuk Korea. Mi nem voltunk japán gyarmat, német gyarmat se voltunk. Leszámítva, hogy ezt a rövid megszállási időszakot. Tehát koreai ember fejében ugye a szocializmus meghozta a függetlenséget, meghozta a szabadságot. Ugye az amerikaiakból sem nagyon kérnek, mert hát látták az 50-es években, ami nem olyan nagyon régen volt, hogy mit jelent számukra. Egyébként ők nem kérnek másból sem, tehát a kínaiak uralmából sem kérnek, az oroszokból sem kérnek, ők a saját útjukat szeretnék járni, ahogy ezt meg is fogalmazzák, a önerőre
támaszkodva egy kicsit előre lépni. És meg kell mondani, hogy ez az ország azért 40-50 év alatt föl tudott valamit mutatni. Hát mi most jártuk olyan helyeken, ahol nagyon alapvető problémákra akarnak választani. Ugye enni kell adni az embereknek. Most nem tud csinálni, hát kitalál valami újat, ők is elindultak abba az irányba, amit nálunk Magyarországon kísérletként bevezettek, talán emlékeznek rá néhány, mondjuk struchúst tenyészteni. Ugye a struc köztudottan nagy állat, nyilván sok húst is ad. És nálunk ebben próbálkoztak, 200-300 fős ilyen farmok voltak. Koreába jártunk egy farmon, ha hiszi, hanem 10 000 struc. 10 000, tehát ameddig az ember szeme ellát minden strucot. Ezek természetesen adják a húst, és hát nem csak ez, de ez egy komoly projekt, amely azt mutatja, hogy ez a nép ebbe az irányba is elmegy. Vagy Fennia mellett mutattak egy alma ültetvényt. Eredetileg az egy katonai gyakorló tér volt, a hegyet ott elbontotta a hadsereg, és a hadsereg épített helyett egy óriás és nagyon modern alma ültetvényt, ami hát valószínűleg hamarosan termőre fordul, és el fogja főleg Fenniant és a környéket látni almával. Tehát én azon, hogy elindultak a szegénységből fel nehezen, de mindenképpen elindultak. Most hát azt is tudjuk, hogy a világ sajtóról elég sokat vitatkozik, hogy most legyen-e atomfegyvere KNDK-nak, vagy ne legyen atomfegyvere. Most ugye nem lenne ilyen nagy félelem, hogyha nem lenne képes a KNDK ilyen eszközöket előállítani. Tehát ugye azt jelenti, hogy KNDK-nak van atomerőműve, tud nukleáris kísérleteket végezni, és a KNDK-nak van rakétája is. Tehát ugye kipróbálta, és ha nagyon akarná, akkor ugye a világűrbe tudna bocsátani más eszközöket is. Most aki képes azért rakétát előállítani, amögött azért egy viszonylag korszerű ipar és egy viszonylag korszerű műszaki tudományos kapacitása. És ami még nagyon érdekes, hogy ezt fejlesztik is. Ugye mi jártuk egy egyetemen, a Kim Il-sung Egyetemen, ami mennyi lehet jó pofáskodni, hogy miért hívják Kim Il-sung Egyetemnek, tisztelik ezt az ember. Most ezen az egyetemen láttunk olyan digitális könyvtárat, amit én magam is tudtam ellenőrizni, mert az ember ért egy kicsit a számítógéphez, ahol több mint 1 000 000 könyv digitalizált formában hozzáférhető a diák számára. És akkor megkérdeztük, hogy mennyit kell ezért fizetni, nem is értették a kérdést. Aki oda jár és aki egyetemi hallgató, annak természetesen ingyen jár, mint sok minden más. Fennianon kívül jártak? Tehát amikor önök mentek valahova, akkor volt önök mellett katonai kísérlet például? Nem, ezek én azt gondolom, hogy vagy valaki szándékosan terjeszti, vagy egész egyszerűen csak hazugságokat, vagy el tudom képzelni, hogy valamikor így volt. De én amióta a KNDK-ba járok és többször megfordultam, ott katonák sohasem kísértek bennünket. Na most minden olyan országban, ahol idegen, ahol nem annyira fejlett az infrastruktúra, mint mondjuk egy nyugat-európai országban, hát ott nyilván meg kell szervezni az utazásukat. Tehát ma ugye azért kell szervezetten utazni egy külföldi turistának, mert valahogy el kell jutni az egyik városból a másikba. De ha nem tetszik neki az autóbusz, nem szállautóbusszal menni, akkor bérelhet gépkocsit, és a bérelt gépkocsival utazhat. De mindenre ma már lehetőség van a KNDK-ban. Hát amit mondjuk mi hiányoltunk, ami egy kicsit furcsa, de nem egyedülálló azért az ázsiai országokban. Az internet még nagyon nehezen hozzáférhető, a szállodában is bonyolult egy kicsit. Nemzetközi telefon se olyan, mint ahogy az ember szeretné. Tehát hozzáférhető volt önök számára az internet például? Az internet a szállodában hozzáférhető, de azon kívül mondjuk Tehát nem. Az emberek számára nem? Tehát a lakosság számára? Ezt nem tudom egészen pontosan megmondani. Egyetemen láttunk internetet, azt nyilván hozzáfértek. Hivatalokban láttunk, cégeknél láttunk. A névjegyeken olvasható az e-mail is, tehát ugye ha ma egy koreai emberre kapcsolatban akar lenni, akkor nyilván neki is e-mailt küld. De valószínűleg az internet még nem annyira elterjedt, mint más országban. De el fog terjedni. Mint ahogy megjelent a mobiltelefon is, ami mondjuk néhány évvel ezelőtt még nem volt a KNDK-ban, ma már van.
még talán nem úgy olyan tökéletes a működésre, mint ahogy szeretném, de mindenképpen van. Hát most úgy hallottam, hogy a mobil hálózatfejlesztés az egyébként teljesen leállt, mivel hogy egy egyiptomi cég fejlesztette a mobil hálózatokat, akár csak azt a híres, be nem fejezett legnagyobb hoteljüket, és ugye most az arab tavasz nyomán ugye az a cég most egy kicsit ilyen kicsit labilis lett így, tehát a mobil hálózatuk valószínűleg nem is fog tovább fejlődni. Hát nézd, ezt el tudom képzelni. Én is úgy hallottam, hogy egy ilyen megállapodás keretében történtek ezek a dolgok. Koreák valóban elkezdtek építeni egy 100 emeletes, óriási szállodát. 85-ben abban is maradt. Hát most ugye abban maradt, az pénz kell, ugye a szállodai kapacitásokat értékesíteni kell. Hát találtak egy egyiptomi partnert, aki cserébe ugye a mobil szolgáltatást, mint koncesziót akarta megszerezni. Én azt gondolom, hogy ha az egyik becsődölt valamilyen ok miatt, akkor majd jön valaki más. Mert ugyanis miről van szó? Ugye KNDK egy 23 milliós ország, tehát nem egy kicsi ország, és azért elég szépen nő a lakossága is. És abban a pillanatban, ahol amikor a piacgazdaság első gyümölcsei beérnek, az emberek jobban élnek, akkor nyilván az a felvásárló piac is egyre erőteljesebb lesz. Ugye elég Magyarországra visszaemlékezni, hogy hogy történt ez az elmúlt 30-40 évben. Fokozatosan jelennek meg bankok, banki szolgáltatások. Megjelenik ugye mondjuk a hitelkártyával való fizetés lehetősége. Ugye megjelennek a különböző szolgáltatások, kezdve az internettől, a turisztikai dolgokon át. Most ezekbe érdemes beruházni. Persze, hát ma még kell egy kis politikai bátorság. De én azt és arra biztatom a magyar vállalkozókat is, hogy induljanak el ebbe az irányba. Ugyanis mi addig vagyunk Magyarország érdekes, amin igazán nagyok nincsenek ott. Abban a pillanatban, amikor ott lesz a McDonald's, akkor már nem lehet mondjuk magyar közétkeztetést oda vinni, mert hát a nagyok elfogják el. Tehát akkor tegyük fel, hogy én most kitalálom, hogy magyar étteremlátot szeretnék nyitni Észak-Koreában. Akkor ez Észak-Koreában megvalósítható? Tehát ha megkeresem a gazdasági központjukat, mert ugye azt megtaláltam már az interneten is, hogy felvenni velük a kapcsolatot, akkor én most ott lecsót akarok csinálni a fennyeli emberek számára, akkor én oda kimehetek és főzhetek lecsót a fennyeli embereknek? Tárgyaltunk is kint utazási irodákkal, illetve olyan cégekkel, amelyek éttermet tudnak létesíteni, és nagyon konkrét ötletek merültek fel. Tehát csináljuk például egy vegyes vállalatot. Mondjuk a piacgazdaság fejlődésének mai szakaszában előtérben részesítik a vegyes vállalatokat. Hát így volt ez Kínában és Vietnámban is. Máshogy is, ebben nincs semmi csodálkozni való. És jó is a vegyes vállalati forma, mert azért egy átlag magyar cég nem rendelkezik se elismerettel, se elismerettel, se az ottani szokások tapasztalataival, tehát kell valami fajta láb, amire támaszkodhat KNDK-ban is. Na most, ugye odáig eljutottunk, hogy találtunk olyan helyet, ahol föl lehet egy éttermet építeni. Már láttuk azt az éttermet, amit ugye elkezdtek építeni, és amiből lehet egy magyar éttermet készíteni. Most egyelőre ott álltak meg ezek a tárgyalások, hogy ugye a magyar félnek föl kell becsülnie azt a piacot, amire ott számít. Mert ugye ki jár ma étterembe Koreában? Járnak természetesen a külföldi diplomaták, járnak az üzletemberek, ugye a vegyes vállalatok képviselő, és ez egy egyre nagyobb kör. Tehát egy elég zárt kör jelenleg. Tehát a normál észak-koreai polgár az ugye... És ezt ugye a magyar vállalkozók zöme is látta, hogy így ilyen kör van. Amit kevésbé láttak, és ez nyilván többször el kell menni Koreába, hogy a koreai emberek is járnak étterembe. Tehát nem kell vállalkozónak lenni, nem kell állami alkalmazottnak lenni ahhoz, hogy kis megtakarított pénzéből elmenjen étterem. Van belső turizmus, tehát koreai emberek utaznak. Na most, ha ehhez tudunk alkalmazkodni, és az ő igényeiknek megfelelő dolgot kínálni, akkor lehet sikert elérni. Most a magyar étterem nem rossz ötlet, ugyanis a magyar konyha jelentős mértékben hasonlít a koreaira. Tehát azt az ízt, amit mi tudunk kínálni, egy gulyás, vagy egy erősebb csípős valami, ezt a koreaiak is nagyon szívesen veszik. És ráadásul ugye bevők a kicsit idegen, kicsit külső ízekre és élményekre.
kínai étterem már rengeteg van Fernyomban, és egy kicsit unják is a koreaiak a kínait, a magyar az mindenképpen jó jöhet. Hát el kell dönteni a magyar embernek, hogy magyar vállalkozónak, hogy mennyi pénzt tud erre beruházni, annak mennyi időt ad, hogy megtérüljön, de ha van elég bizalma, és hát persze egy kis tőkéje is, akkor előbb-utóbb abból lehet valami. És az osztrákok építenek nem is akárhol, hanem a Fenian központjában, tehát a hivatali negyed és az általunk is látott óriási felvonulási tér mellett egy osztrák kávéházat. Tehát ha nekik megéri és hajlandók erre pénzt áldozni, akkor azt gondolom, hogy nekünk magyaroknak is el kell ezen gondolkodni. Vagy önállóan oda menni, vagy másokkal oda menni, de mindenképpen lehet. Láttam pár filmet Észak-Koreáról, láttam egy kifejezetten propaganda filmet, tehát egy Észak-Korea által gyártatott filmet, ahol bemutatták az észak-koreai családot. Tehát tulajdonképpen az egész úgy nézett ki, mint egy amerikai idilli film az 50-es évekből, reggel anya apa felkel, jó, hát nem a palacsintát eszik meg, hanem a rizs leülve, nézik a tévét, utána elmennek dolgozni, mindenki mosolyog, mindenki örül. Láttam egy másikat, egy lengyel forgatócsoport által készítettet, ahol meg is szólaltatják az embereket, tehát így amikor éppen nem figyel rájuk az őr, legalábbis ők ezt így fogalmazták meg. Ami nagyon érdekes, és ami mindig is olyan fura, amikor Észak-Koreával kapcsolatban bármiről is beszélünk, megszólaltattak egy múzeumban dolgozó hölgyet, Kim Ir-senről, meg ugye az egész rendszerről. És ahogy beszélt róla, mintha a saját apjáról, sőt, ezt ő így is mondta, mintha a saját apám lett volna, és szinte úgymond fanatizmussal. Tehát, mintha egy vallási, mintha egy istenről beszélt volna, és ez olyan teljesen idegen az emberek számára, mert hogy egy állami vezető, tehát nem is egy isteni szemét, hanem egy állami vezetőt ilyen dologgal ruházzanak fel, az egyszerűen szinte egy kicsit ijesztő is. Ön ezt hogy gondolja? Tehát ez a... Ázsiába és ezen belül Koreába úgy érdemes menni, hogy az ember megértést tanúsít az ottani világ iránt. Máshogy nem is lehet természetesen. Hát másként egyébként mindig idegen lesz és szokatlan lesz. Tehát ha mi felfogásunkat, a mi mércénket visszük oda, és netán rájuk akarjuk erőltetni, abból semmi jó nem származik. Kim Ir-sen a koreai történelmnek egy kiemelkedő személyisége. Az előbb mondtam, hogy 30 éven keresztül küzdöttek a japánok ellen. És ennek a háborúnak egy jelentős részében Kim Ir-sen volt a japánok elleni küzdelem vezetője, egy fiatal ember, aki nem a politikai bizottság ülésein szerezte a tekintélyét, hanem a japánok elleni fegyveres harcban. Nem lehet azt mondani, hogy ezért ne becsüljék az emberek. Ugye nálunk nincsenek ilyen figurák, tehát a mi történelmünk úgy alakult, hogy a külső ellenség elleni küzdelemben nem szereztek hírnevet a mi történelmi személyiségeink. Tehát Kim Ir-sen esetében ezt mindenképpen tudni kell. És tudni kell azt is, hogy az amerikaiak elleni küzdelem élén, ugye már mint a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság vezetője, megint csak ő állt. Aztán jöttek ugye a békésebb időszakok, amikor ennek a Koreának, ugye a Szovjetunió, meg Kína nyomása között kellett valahogy élni. És az ember azt mondta, hogy mi nem megyünk se Moszkva fele, se Peking felé, hanem megpróbáljuk a saját utunkat járni. Az emberek ezt tisztelik. És azt is értik már, hogy persze nagyon nehéz körülmények között élünk, de azért egy kicsivel ez az ország mindig előre haladt. És ugye látják nemzedékeken át és a családjukban is ezt a kicsi fejlődést. De persze ma még mindig jegyrendszer van Koreában. Azt jelenti, hogy az alapvető élelmiszereket nagyon olcsó áron, de egy elosztási rendszer keretében kapják meg a polgárok. Ilyen volt nálunk is az 50-es években elég sokáig, vagy mondjuk a háború után nagyon-nagyon sokáig Angliában is jegyrendszer volt.
De emellett megjelenik ugye a szabadpiaci vásárlás lehetősége, ha van több pénzed, innen vagy onnan, akkor vehetsz csirkét, vehetsz zöldséget, vehetsz bármi más. Tehát a fejlődés mindenképpen elindul. Na most, ugye Korea is egy keleti ország, ahol hagyománya van a tekintélytiszteletnek. Ahol nem egyszerűen az államfőt tisztelik, vagy a politikus tisztelik, hanem az idősebb embert, az előjárót tisztelik. Ugye Koreában nem tudom, hogy hogy van, de Kínában most hoztak egy törvényt, ami abszolút természetesen kifejez az emberek belső érzéseit, hogy a idősebb, legidősebb fiúnak el kell tartani a szüleit. Most gondolj el, hogy ehhez nálunk hogy állnának a... Ezt Kínában a törvénybe is iktatták. Ez Kínában törvény van, és hát amely látom, az alkotmány nálunk is efelé halad. Igen, hát a fiatalabbaknak, a gyerekeknek is, ezen belül a legidősebbnek nyilván gondoskodnia kell a szüleiről, és nem azt várni, hogy majd a társadalom vagy az állam ellátja. Tehát a tekintélytiszteletnek van egy ilyen mélyebb, sok évszázadra, vagy akár évezredre visszamenő része is. Most persze ez nekünk furcsa, mert ugye mi megszoktuk, hogy nem szeretjük Rákosi Mátyást, nem szeretjük X-et, Y-t, de hajlamosak el vagyunk elfelejteni, hogy tudom, nem is olyan régen még imádtuk a királyokat, imádtuk a kormányzókat, és mindenki mást imádtunk. De ettől azért ne gondolja, hogy az emberek elvakultak lennének, és ne látnának az események mögé. Ugye van egy vezetői garnitúra a KMDK-ban, ugye ez a párt, a hadsereg, és akinek van beleszólása, úgy döntött, hogy ugye Kim Il-sung utódja a jelenlegi Kim Jong-il, az megfelelő ember arra, hogy összetartsa ezt a pártot. És hát tényleg 94 óta azért összetartja, és lehet, hogy az utódja is képes lesz erre. De nem azért, mert őket valamilyen isteni képességekkel áldották meg, hanem ugye a politikai élet tényezői hosszú vita és egyeztetés után ebben a kérdésben egyetértenek. Tehát akkor most így zárásképpen Észak-Korea jelenleg egy olyan ország, ahol igaz, hogy tekintélyuralmi rendszer van, úgymond, de az emberek szabadon mozoghatnak, az embereknek majdnem, hogy szólásszabadságuk van, jöhetnek nyugatra tanulni, és jól érzik magukat. Leszámítva a szegénységet. Én azt mondanám, hogy a KMDK fejlődő ország, amely óriási lépett előre önmagához képest, meg sok más ázsiai országhoz képest is. Tehát sokat leküzdött az örökölt szegénységből, gyarmati sorsából, és elindult egy szebb jövő felé. Ez persze még nem hasonlítható össze az igazán fejlett országokkal, se Kínával, se Vietnámmal, és főleg nem hasonlítható össze Európával. Azt is mondom, hogy ez az ország talált egy életmódot magának, és ez az életmód, ez azért működik most már több évtizede óta. De erre lehet azt mondani, hogy tetszik nekem ez az életmód, akarok-e így élni, vagy nem tetszik nekem ez az életmód, de ez ott működik. Ez ott működik, és az emberek egyelőre nem lázadtak ez ellen föl. Ugye számunkra, ugye kívülálló számára szerintem az a fontos, hogy akarunk-e közeledni a koreai emberekhez, vagy nem akarunk közeledni. Mivel Magyarország nagyon kevés lehetőséggel rendelkezik az Európai Unióban, és egyre inkább kifelé kell piacokat találni, én azt mondom, hogy a KMDK is lehet egy olyan lehetséges piac, ahova oda kell menni. Ugye annak idején, hogy utáltuk a Gorbacsovot, nem megyünk az orosz piacra, most már ugye bánjuk. Ugye a szerbekhez is most szeretnénk menni, amikor lehetett, akkor nem mentünk. Ugye a kínai piacról is lekéstünk, és ugye Kína túlságosan nagy hozzánk képest, és úgyse fogunk tudni nagyon labdába rúgni. De a kisebb piacokon és a KMDK mindenképpen ilyen, azt gondolom, hogy lehet lehetőség. Hát én biztatom, hogy első körben menjenek el a magyar turistát, fedezzék fel ezt a csodálatos országot, mert nagyon szép is. És van benne persze egy kis politikai egzotikum is, hiszen ugye, ahogy ön mondta, egy elzárt országnak mindig megvan a bája és a csábítása, de aki oda fog menni, az azt fogja látni, hogy élhető ország. Nem úgy élhető, hogy holnap átköltöznék a KMDK-ba, de azok számára, akik ott vannak, az úgy elfogadható ország. Szép ország, és egy kicsit érintetlen ország is, ahol olyan hegyek vannak, ahol senki még nem jár,
az idegenforgalom infrastruktúrája, rengeteg gépkocsi még nem fertőzte meg a természetet, abban ténylegesen érdemes. De egyébként turisták felmehetnek a helyiekbe? Hát persze, persze. Ha föl tud menni, talál utat, akkor föl lehet menni, vannak túlélési túrák, tehát rábízzák a túlélet, akkor túlélet. Tehát mindenre van lehetőség. Persze, mivel az idegenforgalmi ipar viszonylag fejletlen, ezért nyilván a bejutás sem olyan egyszerű. De nem azért, mert nem lenne szabad a KNDK-ba belépni, hanem azért, mert egyelőre viszonylag kevés az a szállodai kapacitás, amivel a külföldieket tudják fogadni. Tehát ezen túl lesznek, mert hogy Kubába építenek óriási szállodákat, fognak építeni a Koreában is. A kérdés az, hogy mi építjük, vagy segédletünkkel építjük, vagy oda teszik majd az amerikai szállodákat, vagy a spanyolokat, vagy bárki mást. Látni már egyébként a külföldi üzletembereket, akik pontosan ezzel a szándékkal érkeznek, hogy valami történik. És ugye Magyarországon is van érdeklődés, mert amikor TV2-be ment az én interjúm, akkor több utazási iroda fölhívott, hogy segítsük elő, hogy KNDK-ba mehessenek magyar turisták. Magyarországon is van már olyan ember, aki az egész világot bejárta, valami újra, valami izgalmasra kíváncsi, a KNDK egészen biztos, hogy ilyen. És egy kicsit összekötik egy kínai utazással, egy Kína, egy Korea, kettő együtt, az azt gondolom, hogy csodálatos élmény. Tehát akkor, hogyha valaki Észak-Koreával kapcsolatban szeretne érdeklődni, utazni, esetleg valamilyen üzletet kialakítani, akkor önöket bátran megkereseti. Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk abban, hogy többet tudjon erről az országról, sőt azt is megígérhetem, hogy segítünk abban, hogy mielőbb vízumozzusra beutazhasson és megvalósítassa a szándékait. És üzletembereknek pedig szívesen adunk tanácsot, hát egyszerűen azért, mert úgy nagyjából már tudjuk, hogy merre kell elindulni Fenianba, melyik ajtón érdemes bekopogtatni, és talán még abban is tudunk egy kicsit segíteni, hogy az ajtó ki is nyíljon. Nagyon szépen köszönjük! Én is köszönöm!